Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 15-e Magyarország nagy nemzeti ünnepe, de van még valami ezen a napon, hiszen ezen a napon kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. És ezzel indul egy 10-es sorozat. 10 napon keresztül vannak ezek a portál napok. Minden nap más energia hat ki ránk, erről beszámolok ezen a felvételen, illetve 10 napon keresztül naponta elmondom azt, hogy mi várható. Ezeken a napokon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Részt vehetsz ezeken a szertartásokon. A díjam a szertartásonként 4000 forint. Hogy mi a téma, arról beszámolok ezen a felvételen. Először elmondanám azt, hogy mit jelent ez a portál nap. Egy kapcsolat van a Földünk és a Plejádok között. Ez egy finom energiamező, ennek van mindig gyógyító hatása, vagy nyílik egy kapu a spirituális területre. Az, hogy melyik napon mi hat ki ránk, ez a maja naptárból van, hiszen ők számították ki ezeket a portál napokat. Erről a maja naptárról beszámolok a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, ott leírom, hogy mi történik naponta, függetlenül a portál napoktól. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám a szerencse száma. Március 15-e az a 8. hullámban van, mégpedig a 11. nap ebben a 8-as hullámban. A 11-es szám az a mestereknek a száma. Most mesterien kialkotunk valamit. Győzünk egy bizonyos helyzet felett, vagy a kihívások felett. Be tudjuk magunkat bizonyítani. A hullám az azt jelenti, hogy a múltban volt egy kis húzavona, voltak bizonytalanságok, tegyem vagy ne tegyem, hogy tudnám megvalósítani a terveimet, én félek egy új kezdettől. Mindezt átéltük a múltban, az elmúlt napokban vagy hetekben, de most mesterek vagyunk a helyzet fölött, és így most jól alakulnak a dolgok. Ez lehet egy új kezdet is. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. 15-én ik uralkodik. Ik lefordítva szellőt jelent. És ez a szellő, ez jelenti a levegő elemét, a könnyűséget, a mozgást, a kapcsolatokat, a kommunikációt. Tehát a terveid megvalósításánál tulajdonképpen nem vagy egyedül, hanem van valaki a közeledben, aki segít neked. Együtt kidolgozhattok valamit. Ez lehet egy barát, vagy egy barátnő, lehet valaki a családból, lehet egy kolléganő, de lehet a társad is, hogy ott van a közeledben, keresi veled ezt a beszélgetést, megvan a könnyűség,
Tehát itt nem vitákról van szó, itt nem olyan dolgokról, ami eddig nyomasztott téged, hanem felszabadulsz, vagy megvan most ez a mozgás, ez a játszadozás, megvannak a jó kapcsolatok, a könnyűség, a vidámság, az öröm. Tehát miről van szó ennél a szertartásnál, ennél a portál napnál? Először is ennek van egy gyógyító ereje. Másodszor nyílik egy lehetőség, kinyílik egy kapu a spirituális területre. Itt voltak a múltban még nehézségek, de ebből most ki tudunk lépni. Felszabadultnak érezzük magunkat, hiszen nincsenek már félelmek, nincsenek már bizonytalanságok. Van egy kis szellő, hiszen ik uralkodik, és ez a szellő segít most, hogy meglegyen a mozgás, a könnyűség, a kapcsolatok, a beszélgetések, és hogy érezd ezt az energiát, meg hogy tényleg ő közeledjen, jelentkezzen nálad, le tudtok bizonyos dolgokat zárni, lesz egy új kezdet, így játszadozva tudtok egymással kommunikálni, ebben is segít természetesen ez a szertartás. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a kommentárba a véleményedet, és mint említettem, a Facebook oldalamon naponta beszámolok a mai naptárról, de vannak más meglepetések is, és ott meglátogathatsz, de van egy másik oldalam is, Dendera Medici, ott is meglátogathatsz. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!